otthonunk szellemi megtisztítása. Mennyei Atyám, a Jézus Krisztus szent nevébe járulok eléd, védelmet és oltalmat kérek a mai közben járásomra, mely az otthonomra irányul. Uram, az 1 János 1.9 alapján kérlek, bocsáss meg minden bűnömet, ami akadályozná, hogy az imádságom eljusson elődbe. Felveszem a szellemi fegyverzetet, és minden zavarást megkötök a Máté Evangélium 18-as igeverse alapján az imádságom alatt. Kijelentem, hogy a felséges rejtekébe helyezem magam, s a mindenható árnyékából, mert te a túlaiddal fedezel be engem, és szárnyaid alatt lészen oltalmam, pajzs és páncél a te hűséged az imádságom alatt. Köszönöm, Uram, hogy meghallgatsz ma. Imádkozom, Uram, hogy Isten ítéljen meg minden egyes démoni erőt, amely akadályozni akarja az imáimat, legyenek elűzve a makacságnak és bálványimádásnak minden helyéről. Uram, köszönöm, hogy mindenem tőled van, és minden nap áldással veszel körbe. Köszönöm, hogy az Úr áldása gazdagít meg. Megtiltom, hogy e világ Istene lopjon, és meghiúsítsa az életemben a te áldásaidat, az otthonomban és városomban. Jézus Krisztus azért jelent meg, hogy az ördög munkáit lerontsa. 1 János 3.8. Krisztusban hatalmam van minden tisztátalan szellem felett. Máté Evangélium 10.7-8 és erőszólítván 12 tanítványát hatalmat ad a nékik a tisztátalan szellemek felett, hogy kiűzzék azokat. Lukács Evangélium 10.17-es igeverse. Uram, még az ördögök is engednek nékünk a te neved által. Az ige alapján megtiltom a gonosz minden munkáját. Az otthonomban, a városomban, a nemzetemben, ami zavarja, zaklatja a házunkban, a városunkban lakók békéjét, boldogságát, a szeretet áradását. Ma védelmet szólok. A Szentvér szólaljon meg, és tisztítsa meg a házunkat, az ingatlanunkat, a városunkat. Bárhol, ahol felüti a fejét a gonosz munkája, a tolvaj, aki nem egyébért jön, lopjon, őjön és pusztítson, leállítom a gonosz minden ravasságát. Jézus életet és győzelmet hozott nekem és a családomnak, a házam népének, a városomnak, ezért nem adok helyet a sátánnak. Megkötök minden démoni erősséget, ami meghiúsította az előrehaladását, a családnak, a lakáseladást, a vételt, az üzleti ügyeket, a gyarapodást. Megkötöm a házamban, a városomban lakók felett a viszálykodás szellemét, a rossz gondolatokat, a nyugtalanságot, a zaklatást, a betegséget, a vesztességet, a szegénységet, az alkoholt, a mámor, a narkó kényszerét, s megparancsolom, hogy távozzon az otthonunkból, a városunkból, ahol befolyást gyakorol a családra, a környezetre, és engedetlenségre és tévejgésre csábítja őket. Ma megkötök minden köteléket a házban, úgy magam, mint a gyermekeim felett, akik rosszak vagy engedetlenek, vagy bűnben vannak. Felszabadítom az otthonomat, a városomat minden uralkodó szellemtől, minden helyi és távoli démontól, és házi szellemtől, és mindattól, ami fészket vert az életükbe, és beköltözött az otthonukba, vagy a mi életünkbe, és otthonunkba. Imádkozom, hogy sem démoni, sem ördögi cselekedet nem juthat érvényre. Megkötöm az erejét annak, ami az otthonunkban, a városunkban, a nemzetünkben, a mi cselekedeteinken keresztül hatalomra jutott. Legyen az letaszítva a trónjáról és erősségéből.
Megkötöm az erejét a kívülről jövő haragnak, az átoknak, a boszorkánságnak, a jövendőlésnek, irítségnek, viszálykodásnak, vadozásnak. Minden gonoszt, haragot és átkot áldásra fordítok. Megtiltom a balesetet, nem közelíthet sem hozzám, sem a szeretteinkhez, sem csapás, sem vesztesség, sem semmiféle kiírás. Meghúzom a szeplőtelen oltalmazó vérvonalát, a házam, az életem, a családom, a munkám, a vállalkozásom, a szolgálatom körül. Ledöntök a házban, a városomban, minden trónt, amit nem Istennek állítottak. Megkötöm és elparancsolom a Jézustól kapott hatalmammal a szegénység, a betegség, a fájdalom, a viszálykodás, a tévelygés, a zaklatás, a gyilkosság szellemét. Leállítok minden démoni erőt, ami befolyásolja, vagy rosszat csábítja a családomat, a gyülekezetet, a városomat, a nemzetemet. Kérlek, Uram, a Szent Szellem tüzét küld el az otthonomra, a városomra, a nemzetekre. Kérem a szolgáló szellemeket, hogy töltsék be a helyeket, és Isten tűze vegyen minket körbe, mely elrejt az ördögi csapásoktól és azok támadásaitól. Elesnek mellőlünk ezren, jobb kezünk felől tízezren, hozzánk nem is közelít, meg nem is sül kőbe a lábunkat. Imádkozom, Uram, hogy az Úrnak, a mi Istenünknek az ászlója, akinek neve Jehova Nisszi, legyen felemelve az otthonunkba, a városunkba, a nemzetünkbe, a helyek fölött, és tudja meg a világ, hogy mi többek vagyunk, mint győztesek által, aki minket szeret. Mindazok a szellemiségek, amik uralkodók a házunkba, felszabadítom a lakást a benne lévő szellemiségektől, megtiltom az állandó zaklatást, a félelmet, a megfélemlítést, a kínokat. Kijelentem, hogy nem félek az éjszakai ijesztéstől, mert ha Isten velem van, akkor ki lehet ellenem? Mert Te, Uram, álmunkban adsz eleget a Te szerelmeseidnek. Megkötök minden azonosított démont, ami zavar vagy lop, és kijelentem, hogy meg kell változnia a helyzetnek, mert ha eddig pusztulás, pusztítás, félelem, aggodalom, halál, éhség, lánc, béklyó, vagy a mamon uralma, vagy bármi más uralkodott, ezeket elparancsolom, és minden határukat lerombolom. Kijelentem a mai napon, hogy minden átkot áldássá fordítok. Imádkozom, hogy akik folytatják az Istennek nem tetsző dolgokat a házunkban, a városunkban, a nemzetünkben, szabaduljanak meg minden káros hatásától. Megtagadom a gyűlölet, a közömbösség szellemét, a kétséget, a hitetlenséget. Minden átok hújjon a földbe, alul nem verhet gyökeret, és felül nem hozhat gyümölcsöt. Megváltott vagyok, ezért a gonoszszal nem vállalok fel közösséget. Kijelentem, hogy nem viszálykodok, és nem félek, és nem aggódok, csak hitben vagyok, és szeretek. Példabeszédek 11.29. Aki megháborítja a házát, annak öröksége szél lesz. Efézusiakhoz írt levél, 4. fejezet, 31-es ige verse. Minden keserűség és fölgerjedés, és harag, és lárma, és káromkodás kivettessék közülete, minden gonoszsággal együtt. Kijelentem, hogy a sötétség minden terve, semmisé és hatástalanná vált a házunkban, az életünkben és a továbbiakban is hatástalan és erőtlen, és le van fegyverezve,
és meg van semmisülve. Ma minden kaput szellembe lezárok, és erőt veszek minden démon felett, és az ige alapján kijelentem, hogy több vagyok, mint győztes. Jézus legyőzte az ellenséget, nincs joga a házban, a családomban, mert nem adok helyet néki. Istennek engedelmeskedem, az ördögnek ellenállok, és elfut előlem. Uram, imádkozom, hogy semmiféle sátáni visszacsapás ne tudjon jönni rám és az imádkozókra. Jézus nevében az ördögi támadások és démoni tervek és kiírások semmisüljenek meg az életünkben, a városunkban, a családunkban, a gyülekezet életében. Kijelentem, hogy az otthonunk körbe van véve, a Szentvér védő erejével, ezt nem törheted fel, sátán, sem egyetlen küldötted, befolyást nem gyakorolhatsz ránk, sem azokra az emberekre, akik démonizáltak. Erőt veszek minden gonosz erő felett, aki befolyást akar szerezni, az otthonomban, a városomban, megkötöm a földön, és a mennyben is meg lesz kötve minden befolyásod és gonosz munkád, sátán. Nem illethet sem engem, sem a szeretteimet. Kijelentem, a Jézus Krisztus uralma és hatalma alá helyezem magam, a szeretteimet, a gyermekeket, az otthonomban, a városomban, a nemzetemben lakókat, és felszabadítom Istennek a békességét és örömét, és hirdetem az Úr Jézus Krisztus uralmát a házamban, és a házamon kívül, a városomban, akár alkalmas és alkalmatlan időben. Áldott legyen, Uram, a Szent neved. Köszönöm az igédet. Amen. Amen.